A testépítő, akinek a beceneve Jurassic Paul volt. Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék egy újabb informatív, érdekes videóval a testépítővel, akinek a beceneve Jurassic Paul volt. Gondolom, hallottatok már Paul Dillett nevű testépítőről, már volt róla is videó régebről, egy hatalmas testépítő volt ő. Ő volt az 1990-es évek testépítője. 1965-ben született Kanadában, ő egy IFBB Pro testépítő, és előtte amúgy amerikai focizott, és élete első profi versenye 1991-ben volt, ahol második lett szuper nehéz súlyban, és kérem szépen, teljesen véletlenül pont ekkor volt a Jurassic Park sorozat, mondhatni, film. A Jurassic Park akkor jött ki, és abban az évben igazából Jurassic Parkról beszéltek, illetve a testépítés világában pedig Paul Dillettről. 90-es évek elején ez a két dolog volt a csúcson. Jurassic Park, illetve Paul Dillett, úgyhogy igazság szerint innen is kapta a nevét Paul Dillett, és így lett Jurassic Paul. Nem hiába lett Jurassic Paul, ugyanis nem gyenge arányai voltak a csávónak. Off-szezonban 150 kg volt, versenysúlya pedig 129 kg volt, ami nem gyenge tényleg, és ez 188 cm-es magasságához párosult. Szóval 130 kg színizomról beszélünk a színpadon, ami azért 90-es években nagyon ritka volt. Azért is tűnt ki ennyire akkoriban, mert az átlag testépítő magasság az egy ilyen 175-180 cm között volt, illetve a súly pedig egy ilyen 90 és 100 kg között. Nem csak magas volt és izmos, hanem az arányai is helyén voltak. Nem ment az izomtömeg az esztétika rovására, ami azért nem utolsó, mert sajnos manapság a testépítőknél az izomtömeg az esztétika rovására megy. Példa kérem szépen Big Remy. Big Remy, vagy Big Remy, ahogy régebben mondtam, Big Remy. Borzasztóan aránytalan szerintem, ez én véleményem róla, de írjátok le, hogy ti mit gondoltok. A Pali 6-szor indult az olimpián, és ebből 4-szer volt benne a top 6-ban. És olyan testépítők ellen indult, mint Kevin Lebroni, Flex Wheeler, Dorian Yates, Sean Ray, és igen, később Ronnie Coleman is. Szóval, attól sok verseny nem nyert meg, attól függetlenül szép karrier futott be, viszont amit mindig elrontott a versenyen, ami miatt nem nyert annyiszor, az a pózolása volt. Így van, a pózolása, amit nem gyakorolt elégszer, illetve azért is, mert túlságosan dehidratáltá vált a sok vízhajtástól, és nem tudta tartani a pózokat túl sok ideig, ugyanis izomgörcsei lettek. Úgyhogy ennyit a vízhajtásról, meg ennyit a pózolásáról, úgyhogy ezekkel rontotta el általában a versenyt. Ezen nem lett sokszor benne a top 3-ban, vagy ezért nem nyert versenyt. Ez a dehidratáltság egészen odáig fajult, hogy egyik Arnold Classic versenye összeesett, levitték a színpadról, ez 1994-ben történt amúgy, és láthatjátok is a képeken, hogy hát már lehetett látni a színpadon is, hogy nem volt jól, ezen a képen pedig lefektették az asztalra a backstage-ben, és az élete legjobb formáját pedig az 1999-es Night of Champions bajnokságon hozta, amit meg is nyert, és tényleg ez volt az élete formája. Ezen a versenyen rengeteg neves testépítőt vert el. Ilyenek voltak például Dexter Jackson, Marcus Rühl és Dennis James, akiket a mai napig azért a legtöbb ember ismer és követ. Zárásképpen annyit mondanék, hogy tényleg Paul Dillett volt akkoriban az egyik legnagyobb testépítő, és tényleg eléggé népszerű volt, viszont a pózolása és a dehidratáltsága miatt nem volt annyiszor első helyezett, nem sikerült annyiszor neki jó eredményt elérnie, úgyhogy nagyon fontos a pózolás, ezt mindig szoktam mondani, gyakoroljátok, főleg, hogy a testépítő versenyzők szeretnétek lenni, mert pózolás az a prezentáció. Hogyan prezentálod a fizikumodat? Ez olyan, mintha mondjuk cukrász vagy, csinálsz egy tortát és szarul néz ki, és belül nagyon jó, tehát nagyon finom, de nem veszi meg senki, mert szarul néz ki. Tehát a prezentáció az az, hogy hogyan mutatod meg a testeret, vagy éppen ezt a tortát, vagy a cukrász vagy, nagyon fontos, mert az emberek azt fogják megvenni, ami éppen a szemnek az ingere, vagy ami mondjuk éppen megtetszik nekik. Ez pont ilyen. Biztos voltatok már bele, hogy vettetek egy, nem tudom, tortát mondjuk, vagy bármi más, mert jól nézett ki, aztán rájöttetek, hogy szar. De megvettétek. Vagy fordítva. A prezentáció a legfontosabb, főleg a testépítésben, hogyan prezentálod az arról fizikumodat, ugyanis, hogyha jól prezentálod, akkor el tudsz verni olyan testépítőket is,
akik mondjuk kétszer akkorák, mint te, és sokkal szárazabbak, mint te, vagy sokkal jobb a fizikumuk, mint neked. Én ugyanezt csináltam. Pózolást megtanultam, és sok olyan testvérét tudtam elverni, akik sokkal izmosabbak voltak, mint én, sokkal, amúgy szerintem sokkal jobban is néztek ki, mint én, viszont nem tudták úgy prezentálni a fizikumukat a versenyen, a színpadon, ahogy kellett volna. Úgy ennyit szerettem volna még elmondani zárásképpen, illetve szerintem Paul Dillett egy nagyon jó testépítő, és mondom, attól függetlenül, hogy nem nyert sok versenyt, attól függetlenül, hogy tényleg jó fizikuma volt, és nem hiába hívták Jurassic Paulnak. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, osszátok meg is kommentbe, írjátok le, hogy mit gondoltok. Aki nem tettem meg, iratkozom fel még több hasonló videóért, ide kattintva, és aki szeretne személyre szabott edzéstervet vagy étrendet, tudja mit kell tenni, látogasson el weboldalamra, ami az aramtaliprofizik.hu. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, peace!